Köszöntöm Önöket! Mellettünk összeesik valaki, vagy szemtanúja vagyunk egy balesetnek. Tudunk segíteni? Merünk segíteni? Az életmentő elsősegély jelentőségéről tart előadást dr. Betlehem József a Nyitott Egyetemben. Tartsanak velünk! Tisztelt jelenlévők és kedves tévénézők! Az emberiség története során az első olyan gondolatkör, amiben megfogalmazódott az, hogy az emberi élet véges, az a Bibliához köthető leginkább, akkor, amikor próbálták azt egyáltalán kifürkészni, hogy ha az örökké valóság az nem a földi életben keresendő, akkor vajon mik lehetnek azok a mozzanatok, azok a fajta tevékenységek, amelyekkel hát azokat, akik a más világra távoztak, mégis életre lehet a szószoros értelmében lehelni. És az első ilyenfajta utalásokat a Bibliában kereshetjük, és ott is találjuk meg, egy nagyon megragadó gondolat mentén, amikor is egy, ha mai értelemben nézem és szakmailag nézem, akkor egy gyermeknek az újraélesztését írja le a Királyok második könyve, mégpedig aként, hogy Elizeus próféta egy kétségbeesett anyának a gyermekét kísérelte meg újraéleszteni, és hogyha megnézzük ezt tartalmában, hogy a Biblia mit is mond erről, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy olyan nagyon messze nem állt az akkori tudomány sem attól, mint ahogy ma végezzük az ilyenfajta beavatkozásokat, hiszen a proféta a gyermekre feküdt, és az ő száját a gyermek szájára tette, szemeit szemeire, kezeit kezeire, és ráborult, és megmelegedett a gyermek teste, majd felnyitotta a szemeit. Hát ugye ennél nagyobb csodatétel, ha úgy tetszik, akkor nem is nagyon képzelhető el, mint egy gyermeket újraéleszteni. Az Új Testamentumban is föllelhetünk annak a gondolatiságát, hogy miként lehet segíteni, és hogy a segítés az valahol mégiscsak az emberiség velejárója, az emberi természetnek a velejárója, még akkor is, hogyha ezt napjainkra vetítve úgy gondoljuk, hogy nagyon gyakran megyünk el esetleg embertársaink mellett segítség nélkül, hiszen feltehetőleg mindenki ismeri az irgalmas szamaritánus történetét, ahogy az Új Testamentumban is áll. Jézusnak az volt erről a véleménye, hogy akkor te is cselekedj hasonlóképpen fele barátaiddal. Aztán, ha a mindennapokra gondolunk, a mindennapok történéseire, akkor engedjék meg, hogy három nagyon rövid példán keresztül érzékeltessem azt, hogy min is múlik az, hogy mikor van szükség segítségre. Egy szokványos baleset idén májusban történt, Hajmáskéri elágazónál Veszprém megyéből való ez a történet, ahol egy motoros balesetnek a szemtanúi lehettek, és hát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a legelső ellátók azon túl, hogy persze voltak a helyszínen laikusok, de komolyabb beavatkozás nem történt. Tehát az első ellátók itt ebben az esetben, akik tevőlegesen a sérültekhez nyúltak, azok mégis a mentők voltak. Azzal együtt is, hogy a mentők az első ellátók, korán sem mindegy, hogy milyen fajta szakmai összeszokottsággal, felkészültséggel teszik ezt meg, hiszen ha egy következő példát veszünk szintén idén májusból Vas megyéből, akkor látható, hogy itt is mindenfajta együttműködés és komoly együttdolgozás nélkül nem lehetett volna sikerre vinni azt a helyzetet, amikor is két kamion ütközött össze, és az egyik kamionnak a gépkocsi vezetője súlyos sérüléseket szenvedett. Látható az is, hogy korszerű mentéstechnikai eszközök nélkül egyáltalán sérült megközelítése sem egyszerű dolog, tehát ha elhatározásra is kerül, hogy segítünk a bajba jutottnak, ez nem mindig tehető nagyon könnyen meg. A kárhely egy elég komplex képet mutatott, éppen ezért a légimentők is riasztásra kerültek, és tulajdonképpen az esetnek az ellátása az ő bevonásukkal történt meg. A képeknek egy másik komoly tanulsága az is, hogy itt maguk a tényleges egészségügyi ellátást végző mentők sem elégségesek. Tűzoltók, rendőrök segítsége is nem egyszer elkél, ők is részesei válnak ennek az ellátásnak, nem csak a helyszín biztosításával. Ez egy jól szervezett, összetett munka, amelyben mindegyik szereplőnek megvan a nagyon-nagyon komoly feladata és szerepe és felelőssége. A harmadik példa, amivel igazándiból a segítségnyújtásra szeretnék egy utalást tenni. 2013. május 8-án egy nagy forgalmú téren összeesett egy 60 év körüli úriember,
majd szerencsére annak, hogy itt már a laikusoknak a szerepe azt gondolom, hogy kiemelendő. 8 óra 47-kor riasztották a mentőket, hogy eszméletlennek tűnő személy fekszik a főtéren. 8 óra 48 perckor riasztották az éppen elérhető legközelebbi mentőegységet. Mivel esetkocsi nem volt, ezért egy kiemelt mentőegység került a helyszínre vezénylésre, és már az újabb vezénylési elveknek megfelelően a pécsi mentőhelikoptert is riasztották. Ezzel párhuzamosan a helyszínen megkezdték laikusok a betegnek az ellátását. Tehát az a nagy szerencséje volt ennek az úriembernek, hogy gyakorlatilag a mentők megérkezése előtt hozzákezdtek az állapotának a felméréséhez, illetve az első beavatkozásoknak a megtételéhez, és amint a mentőegység tagjai a helyszínre értek, a kiemelt mentőegység, onnétól kezdve a helyszíni ellátás 2 órát tartotta két mentőegységnek. Ez a kémi mentőegység rendelkezett egy külső automata defibrillátorral, aminek a segítségével, aminek a beavatkozását követően a betegnek a keringését sikerült megindítani. Ezt követően a helyszínről elsőként a nagykanizsai kórház intenzív osztályára szállították, ekkor már egy biztos diagnózissal, hogy szívizominfarktus szenvedett az illető el a helyszínen. Majd, és ugye itt kapcsolódott be a mentőhelikopter újból ebbe az ellátási folyamatba, és tulajdonképpen röviddel később már át is szállították Zalaegerszegre, ahol, mint látható is, 13 óra 28 perckor az elzáródott érszakaszt megszüntették, és tulajdonképpen, ha leszeretném egyszerűsíteni ezt a kérdést, akkor 2 nappal később a beteg jó általános állapotban otthonába bocsátható volt. Most, hogyha ennek a gondolatsornak, amit itt felvetítettem önök előtt, megnézzük a tanúságait, különös tekintettel az utolsóra, akkor látható az, hogy a gyors, laikus reakció az alapvető volt ahhoz, hogy a szaksegítségnek, a helyszínre érkező szaksegítségnek igazándiból lehetőséget, és a betegnek leginkább lehetőséget adjon arra, hogy életben tudjon maradni. Fontos az is, hogy azt követően természetesen a képzett dolgozók, egészségügyi dolgozók és nem egészségügyi dolgozók az újraélesztést megfelelően professzionálisan műveljék, és ténylegesen azok a sürgősségi szakemberek ideje korán kapcsolódjanak be ebbe az ellátási folyamatba, akiknek ez mindennapi tevékenységük, hiszen innét válik érthetővé az, hogy ez egy láncolat, és ebben mindegyik láncszemnek nagyon-nagyon fontos és komoly szerepe van, de egy dolog biztos, hogy egyiket sem lehet nélkülözni ahhoz, hogyha egy olyan idézőjelbe téve sikertörténetről szeretnénk beszélni, mint amiről ez a 60 éves férfi azt követően 2 nappal később maga is tudott beszélni. Ma már azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen evidencia az, hogy mit is kell tenni első lépésként, és ezt már a legtöbb kurzuson, első segélynyújtáshoz kapcsolódó kurzuson oktatják is, amelyben, mint látható is, a korai felismerés és a segítséghívás az az egyik legfontosabb és legelső láncszem. A második tagja ennek a lánc sorozatnak ugye a korán megkezdett szív-tüdő újraélesztése, elindítása vagy újraindítása. Ha megtehető, és már egyre több helyen megtehető a korai defibrilláció, akkor azt természetesen indokolt esetben kell használni. Mindig egy klasszikus kérdésként vetődik föl, hogy életről és halálról mikor lehet dönteni, és mi alapján lehet dönteni. Manapság a korszerű újraélesztés mentén megkívánják azt, hogy tanítsuk meg, készítsük föl akár a laikust is arra, hogy merje kimondani azt, hogy az illetőnek nincs keringése és nincs légzése. Ugyanis akkor teremtődik meg a szansz arra, hogy az elsődleges beavatkozások közepette, klasszikusan véve ugye a lélegeztetést és a keringés pótlását meg lehessen kezdeni. Azonban azt fontos tudni, hogy az a szansz, ami erre megadatik, az időben nagyon-nagyon rövid. Nem több, mint 4 perc. És azt követően ugye nem jelenti azt, hogy persze ne lehetne újraéleszteni az illetőt akár későbbi időpontban is, de számolni kell mindenfajta olyan irreverzibilis károsodással, amelyet a szervezet már nem képes elviselni. Ez a kérdéskör persze, hogy hol van az élet és a halál mesdjéje, sokakat és régóta foglalkoztatott, és hát mindenfajta módszereket és technikákat dolgoztak ki az évszázadok során arra, hogy miként lehet ezt megtenni. Az 1950-es években Peter Safarnak a munkásságához kötődik az, hogy bizonyítsa azt most már modernebb elvekkel és eszközökkel, hogy 3 kulcskomponense van annak, hogy egy szemét újra lehet éleszteni.
Az egyik az az, hogy a légutai azok átjárhatók legyenek, a másik az, hogy az illetőnek a légzését pótolni lehessen, a harmadik pedig az, mint alapfeltétel, hogy a keringése az illetőnek visszaállítható legyen. Nos, az első kísérlet, ami nem kevés kritikát váltott ki, az pontosan az Egyesült Államokban Peter Safar nevéhez fűződik, aki egyébként egy közép-európai orvos. Nos, a medikusok közül toborzott néhányat, akikkel szerette volna demonstrálni azt, hogy igenis túl lehet élni azt a helyzetet, amikor valaki nem tud, nem képes valami oknál fogva levegőt venni. Ennek következtében, ha pótolják arra az időre a légzését, akkor gyakorlatilag különösebb károsodások nélkül az illető túlélheti ezt. És még egy nagyon fontos tanulsága volt, hogy mindez eszköz nélkül megtehető. Ez volt benne az újszerűség és a zseniális gondolat, hiszen azt, hogy lélegeztetőgéppel, eszközökkel pótolni lehet, az nem egy nagy kérdés, de hát ezekkel általában az utcán a laikusként közlekedve egyikünk sem rendelkezik. És ugye ezt a zsenialitását alátámasztandó 10 medikus vállalta azt, hogy izomrelaxánst fognak neki beadni, rövid hatásidejű izomrelaxánst. Miután ezt megtették, azt követően munkatársaival Safar demonstrálta azt, hogy igen, amíg az izomrelaxánsnak a hatása tart, vagyis amíg nem képesek a légzőizmok légzőtevékenységet ellátni, addig bizony szájból szájba történő lélegeztetéssel fönntartható a személyeknek a légzése. Gyakorlatilag egy úttörője volt annak, hogy ezt követően ez a fajta kutatási irányzat az nagy lépéseket vett. Oly mértékben nagy lépéseket vett, hogy a későbbiekben már komolyabb összetette vizsgálatok követték, és tulajdonképpen az itt lévő 2007-es adatokból nyerhetünk erről némi felvilágosítást. Itt egy olyan fogalomra utalnék, amiben ezt mérni szokták, ez az úgynevezett spontán keringés visszatérés az elsődleges beavatkozásokat követően, ezt ROSC-nek szokták rövidíteni, és a másik kimeneti szempont, amit vizsgáltak, az a későbbi túlélés volt. Ebből én azt gondolom, hogy nagyon komoly tanúságok vonhatók le, hiszen ha a kórházon belül szemtanú jelenlétében esik valaki össze, áll le a keringése, ha úgy tetszik, akkor ha az illetőnek elkezdik a keringésének a pótlását, illetve a szakszerű elsődleges beavatkozások megtörténnek, akkor ezen nagy mintaszámú vizsgálat alapján 48%-uknál a keringés nagy valószínűséggel újraindítható, és azt követően pedig természetesen az intenzifikált ellátás mellett a tényleges túlélés is 22%-ban volt követhető. Ha ez kórházon belül szemtanú nélkül, akkor látjuk azt, hogy már a sanszok rosszabbak, és a túlélésben meg aztán végképp. És még egy nagyon markáns kérdéskör volt az, hogyha az észlelő által, tehát ha úgy tetszik, laikus által az utcán, közterületen, munkahelyen, otthon észlelt keringés leállást követően az elsődleges beavatkozás megtörténik, akkor is 40%-ban van szansz arra, hogy újraindíthatjuk a betegnek a keringését. Kétségkívül a túlélésben nem hozzák azokat az adatokat, amelyeket kórházakban lehetne. Végezetül pedig, amit érdemes innét kiemelni, az az, hogy a defibrillációnak a kérdése, ami egy vitatott kérdés, hogy szabad-e automata külső defibrillátort laikusok kezébe adni, erről még egy gondolatot majd fogok mondani. Az ott végzett vizsgálatok, miután ott ez szélesebb körben elterjedt, azt bizonyították, hogy 3-5 percen belül elvégzett és egyébként bizonyos ritmuszavar esetében indokolt beavatkozásnál 74%-os keringés visszatérés lehetett pótolni, és túlélésben is ez volt a legjobb. Vagyis konklúzió az, hogy minél korábban el kell kezdeni a CPR-t, tehát a szív-tüdő újraélesztést, amint erre lehetőség nyílik, akkor várhatjuk igazántiból ettől a maximális keringés visszatérést és az azt követő életesélyeket. Megalkották 1961-ben, és aztán ezt később több alkalommal fölelevenítették az úgynevezett életműködéseket támogató elsősegélyt, amelynek, mint az eddigiekből is kiviláglott, két kulcskomponensa volt, a keringésnek és a légzésnek az újraindítása, míg később ezt kiegészítették azzal, amit az előbb is mondtam, hogy bizony az agykárosodás az egyik legfontosabb olyan következménye a későn kezdett újraélesztésnek, amivel szintén valamit kezdeni kell, és ez is forszírozta azt, hogy ezt minél nagyobb és minél szélesebb rétegekbe vigyék át, és elindult gyakorlatilag szintén Safar nevéhez kötődően egy olyan mozgalom, ami ezeknek a
ha úgy tetszik, képességeknek a minél nagyobb társadalmi populációban való terjesztését hívta életre, és a 20. század második felének ez egy meghatározó gondolata volt abban a körben, akik ezzel az életmentéssel foglalkoztak. A koncepciónak a lényegéhez csatlakozott egyébként Lerdál is. Ő volt az, aki Peter Safarnak ezt a hívó gondolatát megértette, és azt mondta, hogy hát hogy is lehet legtöbb embert oktatni, úgyhogyha trenírozzuk őket. Ha trenírozni szeretnénk őket, ahhoz meg nagyon jó élethű fantomokra, bábukra van szükség, és ők alkották meg azt, hogy igazándiból a szaksegítség megérkezéséig elő kell segíteni azt, hogy az áldozatnak a túlélése az minél inkább biztosítható legyen. És ilyenkor kinyílt az a kérdés, hogy mit is szabad oktatni a laikusoknak. Peter Safar a 2000-es évek elején munkatársaival ezt a gondolati kört újra indította és újra alkotta, amiben már a legkorszerűbb gondolkodás is, az automata külső defibrillátornak a laikus kézbeadása is szerepelt, és mind azon fajta elsődleges beavatkozás, elsődleges tevékenység, ami valóban úgy gondoljuk, hogy laikus kézbe adható. Különböző módszerek születtek arra, hogy hogyan is lehet ezt átvinni a laikusok számára mégis legegyszerűbb módon, és ezeket minél egyszerűbb, jobban egyszerűsíteni próbálták egészen odáig, hogy itt látható ennek egy 99-ben ajánlott módszere, hogy hátraszegni a fejet, befújni a tüdőbe, lenyomni a mellkast, elnyomni az ütőeret, pozícionálni az illetőt, illetve bizonyos fulladásos helyzetekben hasi lökést alkalmazni. Kulcskomponens volt az ellátási folyamat során a segítségkérés, illetve a segítséghívásnak a gondolatisága is, kihez forduljon, amik azok a tényleges rövid információk, amit neki tovább kell adni, és hát ott tartunk tulajdonképpen, hogy alapszintű eszköz nélküli újraélesztési irányelvek kerültek kiadásra, amelyek rendre 5 évente megújításra kerülnek, elsősorban a legújabb tudományos eredmények alapján. A legutolsó esetében egyébként az a megokoltság, hogy valóban szükség van arra, hogy automata külső defibrillátort akár laikus kezébe is adjunk, elsősorban a szív- és érrendszeri betegségek, mint vezető halálokhoz volt köthető. Évente azért 10 000-es nagyságrendben jelenti ezen egészségkárosodott embereknek a megmentési sanszait, és láthatjuk azt is, amire a korábbiakban is utaltam, hogy itt tulajdonképpen az 1-2 percen belül végzett defibrillálás akár 60% fölött, 74%-os keringés megindítási sanszot is tud jelenteni, és nagyon jó kimenet van arra is, hogy az illető ezt túlélje. Már az algoritmus már olyannyira egyszerűsödött, hogy azt lehet mondani, hogy azt is kivették belőle, hogy egyáltalán keringést kelljen vizsgálni. Ma azt mondjuk a laikusoknak, hogy ezzel se töltsön már időt, hanem ítélje meg azt, hogy a betegnek van-e 10 másodperc alatt kielégítő légzése, és azt követően pedig minél előbb kezdje el a segítséghívást követően, a mentők hívását követően a tényleges, tevőleges beavatkozásokat, amelyről ma azt gondoljuk, hogy ezeknek a minél folyamatosabb fönntartása hozza a legnagyobb effektust a pozitív kimenet szempontjából. Itt tetszenek látni egyébként egy külső automata defibrillátornak az egyik típusnak a képét. Ezekben már olyan szoftverek vannak, amelyek gyakorlatilag instruálják a laikust is arra, hogy mit kell tenni. Fontos tudni azt, hogy igazándiból hibát ezzel nem lehet elkövetni, mert a gép azt nem teszi lehetővé, hogyha valóban nem indokolt az elektromos impulzus leadása, akkor ez megtörténjen. Amikor megindokolt, akkor pedig a döntési jogot továbbra is meghagyja a laikusnak, elmondja, hogy indokolt egyébként, de neki kell a gombot megnyomni. Ezeket a készülékeket egyre több nagyforgalmú közterületen helyezik el, és azokat a helyeket, ahol ilyen típusú készülék található, egy egységes szimbólummal látják el, ahol is egy zöld alapon fehér kereszt mellett egy elektromos jelzést láthatunk egy fehér szívben. És megalkották ennek az algoritmusba történő beillesztését is, hogy hol kell használnia ezt a laikusnak, és a gépeknek a szoftverje is tulajdonképpen erre készült ennek az algoritmusnak a mentén, hogy mit is tegyen vele, akár a laikus alkalmazó is. Amire feltétlenül fontos még utalni, hogy akkor, amikor vizsgáltuk a betegnek a légzését, és találtunk nála kielégítő légzést, tehát 10 másodperc alatt 2 légvétele legalább volt, akkor a beteg nem szorul értelemszerűen újraélesztésre. De ettől még életveszélyes és súlyos állapotban lehet az illető, és azt, hogy ezek után milyen fajta algoritmus mentén lépjünk tovább, ugyancsak ez a fajta gondolati séma tartalmazza,
Vagyis olyankor, amikor egyéb kizáró ok nincsen, akkor arra kell ügyeljünk, hogy ezt a bizonyos átjárható légutat, amelyet a vizsgálat előtt biztosítottunk, ezt fönn tudjuk egészen odáig tartani, amíg segítség nem érkezik, vagy amíg a beteg állapotában változást nem fogunk észlelni. Ma a képen látható módszer az, amelyet gyakorlatban tanítunk, és a legelfogadottabb el. Nagyon hosszú időn keresztül nem beszéltünk arról, hogy az újraélesztésben vannak-e irányelvek. Mit is értünk az alatt, hogy irányelvek? Leginkább ugye azt, hogy mennyire megalapozottak azok a tevékenységek, amelyeket a beteggel, a beteg körül végzünk, és ez ugye nem is újdonság a klinikumban dolgozók számára, hogy irányelvek mentén tegyék, amit tesznek minden nap. No, ez jelent meg igazándiból a 2000-es évek elején az első segélynyújtási ténykedésekkel kapcsolatosan is, és ahogy szokás ugye mondani, az ajánlásokat már itt is hierarchizálják, az A-típusú ajánlásokat egy nagyon megbízható, komoly bizonyítékokkal rendelkező tevékenységként tartják számon, míg a D-típusúakat sokkal kevésbé megalapozott, inkább szakmai tapasztalatokon, vagy valamilyen konszenzusos megállapodáson alapuló irányelvként kezelik. Eredményként volt fölmutatható az, hogy megnézték azt, hogy az elsősegélynyújtás kapcsán oktatott biztonsági intézkedések, hogy mit tegyünk, mit ne tegyünk laikusként, ezekben is már lehetett egységes irányelveket föllelni, abban is, hogy a sérült mozgatása esetén sürgős szükségben mik azok az elsődleges szempontok, amiket meg lehet tenni. Aztán az elsődleges tájékozódásra és magára a segítséghívásra is vannak ilyenfajta algoritmusok. Továbbá, amiről nem nagyon szokás beszélni ugye a hétköznapokban, a pszichoszociális elsősegélynek a kérdése, infekciókontroll kérdése, ami ugyancsak egy nagyon fontos dolog, vérzésekkel kapcsolatos legújabb ismeretek, sebek kezelése, talán az égés érdemel még a gerinces fejsérülések mellett külön figyelmet. Hogy egy rövid példát mutassak rá. A vérzésellátás tekintetében B és D szintű ajánlások jelentek meg. Ez egyik többek között a külső vérzés esetén a direkt nyomásnak vagy a nyomukötésnek az alkalmazási előírata. Azt mondja az európai elsősegély irányelv, hogy konkrétan direktben a vérzésnek a helyére próbáljunk meg értelemszerűen valamilyen kötözőanyaggal nyomást gyakorolni, és ezáltal csillapítsuk a vérzést. Sebeknek a kérdése. Azt gondolom, hogy ez az egyik olyan pont, aminél azért érdemes megállni, mert nagyon sokféle elgondolás létezik abban, hogy mi az optimális akkor, hogyha egy sebellátást végzünk elsődlegesen helyszíni körülmények között. Ma konkrétan azt mondják, hogy teljesen fölösleges dezinficiálni helyszíni körülmények között a sebet. Az viszont sokkal fontosabb, hogy a fertőzés megelőzése szempontjából folyóvízzel, vagy éppen ott lévő nem szénsavas ásványvízzel öblítsük addig a sebzést, amíg abban komolyabb szennyeződést látunk, és utána minél előbb a steril fedésről gondoskodjunk. Ugyanis bizonyított tény, hogy nem jobb a gyógyhajlama annak a sebzésnek, amelyet előzetesen helyszíni körülmények között fertőtlenítenek, mint annak, amelyiknél csak ezt a módszert alkalmazzák. Ha csak az égést vesszük példának okáért, ugyancsak egy olyan téma, ami nagyon fontos abban a vonatkozásban, hogy ez bármikor előfordulhat. A legelső és a legfontosabb teendő a hűtés, és lehetőleg csapvizes hűtés. Én azt gondolom, hogy akkor tudunk hatékonyak lenni, és akkor tud maga az elsősegély nyújtás, és ezen belül akár az újraélesztés is a megfelelő helyre és pozícióba kerülni, hogyha ez minél szélesebb rétegek számára elérhetővé válik olyan módon, hogy érthető legyen számukra, és merjék alkalmazni. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb kulcs gondolata ennek a mondani valónak. Nevelés az egy kulcskomponense ennek. Ezt nem elég felnőtt korban tanítani és okítani, hanem be kell vinni minél korábbi időszakra, egészen már óvodás korba el kell kezdeni ezt a fajta segítségnyújtói mentalitásnak a kialakulását. Akkor várhatjuk, hogy ennek későbbiekben a felnőtt generációkban valóban érdemi hatása lesz a segítségnyújtói attitűd megjelenésére. Tehát összességében egy komoly kérdés mindig az, hogy merünk-e segíteni, le tudjuk-e küzdeni azokat a félelmeinket, amelyek egy ilyen helyzetben óhatatlanul még a leggyakorlottabb segítségnyújtókra is rá tudnak telepedni, hiszen van ennek egy pszichés nyomó hatása is. De én azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy embertársainkon, ahogy az előadás elején is elhangzott, akár segíteni tudjunk, ahhoz
én kívánom mindenkinek azt, hogy merjen segíteni, és ezeket az alapvető dolgokat pedig én azt gondolom, hogy el lehet sajátítani. És akkor igaz lesz talán az a mondat, hogy hol a legnagyobb szükség, ott a legközelebb van a segítség. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!